kedves nézőinket! Mai vendégünk Szekeres György, a mozgássérültek vagy mozgáskorlátozottak Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének, a karcagi csoportjának az elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a jelenlévőket is, és a város lakosságát, tagságunkat. Gyuri bácsi, túl vannak egy nagy rendezvényen, szombaton délelőtt a Dériné Kulturális Központban találkoztunk. Milyen alkalomból gyűltek ott össze? 25 évvel ezelőtt alakult meg az egyesület, és akkor 16 taggal, jelen pillanatban 980-990 fő a regisztrált tagunk. Hát igaz, hogy ebből dolván egy olyan 350-400, aki rendszeresen, azt lehet mondani, hogy részt is vesz a mozgalmi munkába, vagy az egyesületi munkába. Nagyon meg vagyok elégedve azzal, hogy nagyon jó gárdát sikerült összehozni. 16 évvel ezelőtt, mikor engem megválasztottak, akkor a nagy fűzfa alatt voltunk. Ott választottak meg, ahogy szoktam mondani. Gyuri bácsi, hogy telt ez a rendezvény? Ugye majd fognak látni a kedves nézők egy tudósítást, ami történt a Dériné Kulturális Központ mozitermében. Most mondja itt el nekünk, hogy hányan voltak, és milyen programon vehettek részt az ott lévők. A megyéből meg volt hívva 10 hasonló csoport, mint mi. Ebből egyetlen egy, a kengyeriek nem tudtak eljönni, a többiek igen. Meg volt hívva a megyei választmány vezetés ellenőrző bizottság. Hát annak olyan durván kétharmadat volt eljönni, részbe betegség, részbe üdülni van, de minden egyes meghívott visszajelzett sajnált, hogy nem tudott eljönni. Szerintem volt is mit sajnálnia néki. Azon kívül, hát a csoportunkból egy olyan 90 fő vett részt, összesen 170 fő volt. Nagy problémánk az, hogy nincs egy olyan terem, ahol egy 250 fő is, mert azt szerettem volna összehozni, ahol 250 fő jól érezheti magát, táncolhat is. A polgármester úr ugyan szabadságon volt, de itt is szeretném megköszönni, hogy ettől függetlenül részt vett a gyűlésünkön, feláldozva a szabadságát. Ezen kívül a képviselőtestület részéről a Pánti Ildikó képviselőasszony és a Molnár Pál képviselő úr és igazgató vett részt. Az egész rendezvény 10 órától, hát olyan fél egy körülig tartott, szigorú forgatókönyv alapján ment minden, nagyon szépen, zökkenőmentesen lett végrehajtva. Hát én már évek óta azt csinálom, hogy minden részfeladatnak van egy önálló felelőse, és nem nyúlok át a feje felett, még akkor sem a probléma van, akkor is őtet keresem. És ez már most képessé tette a tagságotnak azt a részét, aki ebben foglalkozik, és megbízható ezzel a dologgal, vagy vállalja, hogy önállóan, teljesen önállóan olyan jól meg tudják oldani, hogy szinte nem is hinni az ember, hogy egy egyszerű sorstárs milyen nagyszerű munkát tud végezni. Ha jól tudom, díjátadásra is sor került ezen a rendezvényen. Kik voltak a díjazottak, és milyen díjat kaptak? Igen. A vezetőség határozata értelmében úgy döntöttünk, hogy az alapító tagokat egy-egy tárgyutalommal a 10 évnél idősebb, vagy 10 évnél régebben vezetőségi tagokat, és hát a jó dolgozók közül nagyon sokat lehetett volna, de sajnos az anyagi lehetőség kettőt tett lehetővé, így összesen 8 fő kapott tárgyutalmat. Ezt egy hevesi üvegcsiszolóval csináltattuk, egy nagyon szép négyszögletes váza három oldalára gravírozva, egy-egy rózsa, ráírva emlékül és névre szólóan megcsinálva mindenkinek, rajta a embléma, az egyesület emblémája is 1987 és 2012. 12, bocsánat.
úgyhogy nagyon, nagyon szép, mindenki meg volt vele nagyon elégedve. Azon kívül hát volt egy komoly kultúrműsor. Ja, talán még annyit, hogy mondjak, hogy életemben először folytották belém a szót, mert nem számoltam arra, a csoport a hátam megett, összeesküdött ellenem, és egy tortával, egy szép nagy tortával rajta a 80 év, mert ebből most 9-én töltöttem a 80 évet. Gratulálunk Gyuri bácsinak, és jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, és a csoport összeadta, nem a csoport pénzéből, ők saját maguk, és egy gyönyörű tortát rajta a 80-as év, és azzal adták át, hogy a szám, az évszám az enyém, a torta a fiamé, mert rettentő sokat dolgozik a Gyuri fiam, hát az összes ilyen jegyek ki nyomtatásától kezdett, tehát amit számítógéppel, írógéppel, tehát írni kell, azt mindent megcsinál, úgyhogy nagyon sokat dolgozik, segít, nem is tudnám másképp egyébként, ha nem lenne segítség, és itt hagyj jegyezzem meg, hogy a feleségem, amíg hát ez a baj nem érte, hogy lebénult 2005-be, addig ő is nagyon sokat segített. Még most is sokszor elmondja, hogy mit kik ne csinálni, és most is volt olyan, amit tényleg azért csinál, vettem be a programba, vagy tettem bele, mert ő javasolta. A torta mellé még kaptam egy gyönyörű ilyen földgömböt ábrázoló boros üveget, egy állványon, meg van csinálva, mint a földgömb, és rajta a világrészek is feltéve rá. Benne a bor és abba egy hajó, azzal, hogy utazzam körbe még a világot, ezzel adták át. Hát igen, Gyuri bácsi utazza körbe a világot. Erre nem valószínű, hogy sor kerül, mert a hajót nem szeretem, inkább megyek repülővel. Sosem lehet tudni. Tehát lezajlott itt a délinében olyan fél egyig a program, igen, és utána... Igen, közben volt egy jó kultúrműsor, azt még hogy mondjam el, Márkosica szereplésével, azon kívül a fiatalok közül is voltak többen, akik verset mondtak. A kenderesi társcsoportunknak a tánccsoportja az adott egy komoly műsort. Azon kívül még itt volt az egyik vezetőségi tag, a Berényiné, aki szintén Márkosicához hasonlóan szokott járni, énekelni, és az meg a délutáni programot tette, az ebéd utánit. Hát egy jó óraosszás, még a végén már kívánsághangverseny is volt belőle, hogy így mondjam. Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy ahogy lezajlott a hivatalos program, igen, vagy a kötöttebb program, utána átmentek a Rákóczi úti székházukba, ott mi történt? Ott hát igaz, ott várt bennünket Barta Feri elnök úr által elkészített birkapörkölt, és hát ott a felszolgálást a fiatalok csinálták, mint mondtam. Nagyon prima, jó volt. Szeretném is megköszönni neki is a közreműködést. Azon kívül el ne felejtsen megköszönni a polgármester úrnak a közbejárását, a Fidesz-Karcagi frakciója 50 000 forinttal támogatta ezt a rendezvényünket, amiért itt is köszönetemet fejezem ki az egyesület nevében. Aztán Pánti Ildikó rendszeresen tartsa velünk a kapcsolat, és a gyűléseinken meg szokott jelenni, anyagilag rendszeresen támogat bennünket. A Dériné munkatársai, vezetői nagyon kedvesek és nagyon tetrekész, szorgalmasan segítettek bennünket. Nem tudtunk olyat kérni, ami tényleg nem volt meg, vagy nem csináltak meg. A Városgondnokság igazgatója, Molnár Pál úr, aki szintén részt vett a gyűlésünkön, az pedig a fizikai munkába segített. Ő állította fel a sátrat, bontotta le, szállította. Aztán a Dérinébe ahhoz, hogy az elnök, aki kerekesszékkel dolgozik, vagy tud menni csak, csináltak külön erre az időszakra egy külső idéglenes pódiumot, tehát el is meg lett oldva. Én csak a lehető legjobbat és hálámat tudom kifejezni
ezek között felsoroltaknak, és nem utolsó sorban a tagjainknak, azoknak, akik részt vettek, a fiataloknak. Öröm volt látni, hogy ahogy azok a gyerekek ott ugrálnak közöttünk, és mozognak. Igaz, hogy meg is kérdezték, hogy gondolom én ezt. Hát én azt mondtam, hogy ha valaki gyümölcsöt akar enni, akkor csemetével kell kezdeni. Ültetni kell csemetét, és majd aztán lesz gyümölcs. Tehát akkor méltó módon meg tudták ünnepelni a meg, 25 éves meg, nagyon, nagyon jó sikerült. Hát este a dalárda már úgy 8 óra fele felbomlott, vagy 9, de nagyon jó hangulat volt, és a vidékiek is mind nagyon meg voltak elégedve, és hát köszönetüket fejezték ki. Jó esélyérzés volt azért amellett, hogy kicsit fárasztóbb már ez. Persze. Gyuri bácsi említette, hogy ugye voltak itt Szolnok megyéből különböző csoportok, vagy igen, különböző úgymond alegységek. Igen. Hogyan tartják a kapcsolatot? Mennyire jó a viszony az egyes csoportok között? Hát most egy olyan 8 év körüli időszakban tanáltam én azt egyszer fel, hogy csináljunk már egy kistérségi találkozót, mert azelőtt őszintén mondva még a kumbadaresiknál se tudtuk, hogy kik vannak, meg hogy mint vannak. Tehát egyáltalán nem volt kapcsolat a csoportok között. Én akkor összehívtam, hát akkor majdnem a fél megyét, azt lehet mondani, hogy 250-en voltunk durván, a kis fürdőterületén lett megcsinálva, sátorba, nagyon azóta is emlegetik. Na, hát igazából eljött, mit tudom, egy 15-20 csoport, de abból úgy rendszeresen, mint egy 10 az, amikkel a mi csoportunk tartsa a kapcsolatot, de érdekes módon ez túlhaladta a mi kezdeményezésünket, mert a megyében több helyen vannak hasonló gócok, amelyik azóta működnek így, hogy 5-8-10 csoport rendszeresen jár egymáshoz. És hát a turkeviekkel, kenderesiekkel, gumbadarasiakkal, fürediekkel, vagy a berekfürdőiekkel, hát azokkal szinte évente 3-4-szer vagyunk, megyünk egymáshoz kölcsönösen a rendezvényekre. A kisújszállást is ugye lehet sorolni, most már korábban ők egy kicsit húzódoztak, de most már bejött egy új csoportvezető lévén. Meg jó volt a kapcsolat közöttünk. Ha meg kellene fogalmazni, Gyuri bácsi, mi a csoport célja? Mi célból jött ez létre 1980-ben? Hát tulajdonképpen az igazi cél az, hogy a sérült embereket, akik közül senki se lopta a betegségét, se nem vette pénzért, hanem tetszett, nem tetszett, kapta velem együtt, ezeken az embereken a legkülönbözőbb formában való segítés, törődés, gondoskodás. Sok esetben az is elég nehéz, ha elbeszélget vele az ember. De, hogy mondjam, a lakás átalakítási támogatás, amit ad az állam, 150 ezer forintot visszanemtérítendő formába, akkor a gépkocsi támogatás, az egyéb különböző segédeszközök beszerzése. Hát korábban igazi menni kellett Szolnokra, Debrecenbe, stb. Most az utóbbi időben már sikerült megszerveznünk olyan kapcsolatot teremteni, hogy helybe kijön az orvos, felírja, kihozzák neki a segédeszközt, nem kell neki menni sehova, egyedül itt a Rákóczi út 3 alá. Vagy futkározik a városba, sok ember örömére, sok ember, de némelyiknek nem, talán még bosszantására is ez a háromkerekű elektromos kocsi. Hát legalább 100, de inkább több az, amelyik a városba fut. Hát ennek durván a kétharmadában van benne a segítségünk, a tevékenységünk. Hát ez nagyobb részt magam csinálom. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy ott van a Rákóczi úton Gyuri bácsinak egy kis irodája, van, rezidenciája, van. És hogyha bárki, mondjuk aki nem tag, annak is segítenek, hogyha... Minden további. Tehát akkor oda volt elmegy valaki, és akkor segítséget. Én mondok olyat, hogy nem is az eljött, hanem elmentem tojást venni hozzá, azt megláttam, hogy 5 éve a szély kerül az udvaron. 2 hétig agitáltam, hogy de minden nap. Hogy készüljön, mert megyünk. 2 hétig minden nap ment tojást venni. Nem, telefonon állandóan nyaggattam.
Mert nem akarta sehogy se. Végül azt mondtam neki, na, holnap reggel ott vagyok, aztán indulunk, megyünk, kiíratni a kocsit. Meg is kapta. Körülbelül egy másfél-két hónap múlva sírva köszönte meg a piacon, mikor ott volt. Azt mondja, szobafogsága voltam, ő rab volt addig. Hát egy, el lehet képzelni egy olyan ember, aki mindig mozgott, társaságban volt, emberek között volt, hogy az most be van zárva, és éveken keresztül egy helyben ül azon a széken, hogy micsoda büntetés, nincs nála nagyobb büntetés, nem tudok nagyobb büntetést elképzelni. És jól esik az embernek, hogyha látja azt az örömöt az arcán. Én megmondom őszintén, hogy sok pofont is kap az ember, sok békát le kell nyelni, de a végén csak az van, hogy amikor viszont azt látja az ember, hogy tudod segíteni minden, akkor az úgy elfelejti a intrikákat, meg a problémát. Nem azt mondom, hogy sok van, de azért kerül ilyen is benne. Néha az önzés, mert hát olyan volt, hogy például azt mondta, hogy nem, neki intézem el, hogy Szolnokra megy csak. Nem tudom elintézni neked Szolnokra, nekem ott nincs kapcsolata, Budapesten megvan. Na még azt hagyd tegyem hozzá, hogy ez viszont úgy megy, hogy a gépkocsi oda megy, felviszi Pestre, hazaviszi lakásra, ha megkapja a gyerekeszéket, akkor kiviszik neki, betanítsák, és ezért egy fillért nem kell neki fizetni. Az egy más kérdés, ha közgyógyja van, akkor ingyen kapja meg, ha nem, akkor a rendelkezés szerint egy olyan 85-90 ezer forintba kerül, aminek egyébként 450 ezer forint az értéke. Tehát nagyon jelentősen hozzájárul az állam is ehhez a dologhoz. Gyuri bácsi, azt ugye tudjuk, hogy ön ott van egy kis irodája, említette, hogy a fia szokott segítkezni. Van-e még, aki így a csoportból, vagy van-e ott segítsége? Nem ismerne másképp. Arra akarok majd kiukadni, ugye, hogy a mai pályázatok világába, hogy hogyan tudnak elboldogulni. Van-e külső segítség? Tudnak-e pályázni? Nem sok minden lehetőségünk van a pályázat vonalán, így azt mondom, mert ahhoz önállónak kell lenni, mi pedig csak egy része vagyunk a Szolnokinak. Na most, ha én pályázok és nyerek, az nem biztos, hogy én megkapom. Mert Szolnokon keresztül lehet csak az egyesület. Úgyhogy hát elsősorban, ha speciál ilyen meghirdetett pályázat van, arra feltétlen. Benevezünk, szoktuk az internetet lesni, a fiam azonnal szól, ha lát valamit. Aztán, hát igazán van az önkormányzati pályázat. Éppen mondtam a nejemnek, hogy most már nincsen semmi probléma, mert egy hétig alig-alig aludtam. Most már nyugodtabbak lesznek, már csak a pályázatot kell megcsinálni, már csak a fényképeket kell lerendezni, tablót lerendezni, turkevei kirándulást kell megszervezni, utána megjön a záró. Egyébként minden évben kétszer-háromszor kirándulunk, úgyhogy ahogy így összeszámoltam, körülbelül az országban 20 helyen voltunk, beleértve Budapest terrorházától kezdve egész egy Nyíregyházáig, meg a Sóség, de van olyan hely, ahol többször is voltunk. Általában 52 fős a busz, mindig az van, hogy lezártuk gyerekek, nem, majd nem a következőre jelenkezzél most már, mert sajnos nincsen. És mindig nagyon jól érzik magunkat. Általában úgy csináljuk, hogy fogadunk egy idegenvezetőt, ha olyan helyre megyünk, ahol még nem voltunk, és van értelme annak, hogy a város az ottani települést bemutassa nekünk, és nagyon jó sikerült. Ez azért csináltuk, hogy nem mindenki tud fürödni egészségi okok miatt, és eljönni viszont mindenképpen eljön, meg szeretne ott lenni velünk. Hát, hogy azoknak is adjunk valamit. A másik, elindulunk reggel, mit tudom én, 7 órakor, este 6-7 óra fog, mire hazajövünk. Ebben nagyon bőven belefér az is, hogy egy kiállítás látogatástól kezdve, a Mezőkövesden kétszer is voltunk a legkülönbözőbb, nem tudom hány kiállítás kocsitól kezdve, nem tudom milyen kiállítások vannak, és ezeket mind végig nézegettük. És így az is kap valamit, aki hát nem tud fürödni. De hagyd mondjak egy érdekes dolgot, Hajdúböszörményben szintén volt egy ilyen
idegenvezető, és elmondta, hogy az országban egyetlen olyan város, amelyik egy leégés után egy teljesen körút és sugárrendszerű, nincs azt mondja a másik. Nagyon sokszor jártam ott, meg bejártam az utcáit annak idején, amikor dolgoztam munkakörömnél fogva, és én ezt nem vettem észre. Uh-huh. Nem vettem észre. De nagyon sok ilyen dolog van, amit úgy érdemes, és szeretik is az emberek meghallgatni, megnézni is. Hát nem csak a fürdés a lényeg. Meg az, hogy nárdanolunk oda-vissza, hát ez egyértelmű. Hát a hangulat, a hangulat az meg szokott lenni, úgyhogy... Milyen gyakran jön össze a tagság, Gyuri bácsi? Milyen sűrűn találkozunk? Minden hónap utolsó péntekén, 3 órakor, ez már évtizedek óta így van, csoportgyűlésünk van. A csoportgyűlések éves program alapján történik, azt általában az első, a márciusi csoportgyűlésen szoktuk meghatározni, hogy na körülbelül mi az, amit az éves programunk lesz, mert télen, decemberben, januárban, februárban nem tartunk kapcsolatot. Nincs is értelme, egy az, hogy ezek a nehezen mozgó emberek nem tudnak eljönni, pláne meg, ha rossz az idő. És akkor ott mindig van valami, ha zsíros kenyér, vagy szalonnasütés, ha kakaspörkölt, vagy bármi, de mindig van valami, és akkor a program szerint mindig van egy úgynevezett házi asszony, hát néha házi úr, mert férfi. De, és akkor az felel mindenért. És nagyon prímaul működik ez a dolog. Azon kívül minden héten csütörtökön 9-től 11 óráig ügyeletet tart a vezetőség egy-egy tagja, plusz egy segítség, mert elejében csak egyesével voltunk, de már most az utoljában kevés volt egy fél. Muszáj volt bővíteni. Ezek mind társadalmi munkában egy fillér fizetés nélkül nem is tudnánk, hát, hogy mondjam, a saját, hogy az egyesület telefonján is, a magam telefonján bonyolítom és fizetem, úgyhogy nem, nincs itt ilyen nagy lehetőség a dolgokban, de azért úgy összességében, hát erre készültünk a 25 évesre, ezért össze kellett rakni egy pár éven keresztül. Most azt kiismerültünk, hát bízok benne, hogy majd a önkormányzati pályázatom nyer valamit, azt mégiscsak nem megyünk kódulni a jövőt illetően se. Vesznek-e még fel új tagokat, Gyuri bácsi? Természetesen. És hova fordulhat az, aki esetleg ügyeleten bármilyen ügyet el tudunk intézni. Na most még annyit hagyd tegyek már hozzá, hogy a havi csoportgyűléseken viszont én mindig a internetről, egyebekről összeszedem az aktuális rendelkezéseket, mi egymást, tehát, hogy mondjam, próbálom képbe hozni a tagságot, hogy na mire vigyázzatok. Akkor a Erzsébet utalványtól kezdve a telefon támogatásig mindenről változik állandóan, ahhoz megcsináljuk a megfelelő nyomtatványokat, és akkor csak odaadjuk neki, és akkor megsegítünk neki kitölteni, hogyha olyan. Úgyhogy ilyenben nagyon sokat kell tevékenykedni. Milyen jövőbeni terveik vannak? Hát most ebben az évben most már csak még egy kirándulás lesz. A mostani 25 évesről összehozni egy kis emléktablót, folyamatban van, úgyhogy innen megyek oda azt csinálni, hogy meg ne jön az unalom, és meg hát még a hátralévő csoportgyűlések, amin lesz egy apák napja, minden évben meg szoktuk tartani azt is. Hát ilyenkor az anyácskák dolgoznak az apácskák helyett. De azt szoktam mondani, hogy azért úgy köszöntsük az anyácskákat, hogy az apácskák folytán lettek anyácskák. Anyák napját is, nőnapot meg szoktunk tartani évelején, a megfelelő időben, ahogy szokott lenni. Ott mindig egy szál virággal a hölgyeket megjutalmazzuk. A apák napján meg hát valamilyen komolyabb birkapörkölt, vagy ehhez hasonló, vagy kakaspörkölt, ilyesmi szokott lenni, és hát egy pohár pálinka, egyetlen egy olyan csoportgyűlés, ahol így a záró értekezleten kívül, na meg hát ez a 25 éves, ez mondjuk megint egy kivételes volt. Hát ennyit tudtam volna én a magam részéről elmondani. Azt kérném, talán a
ha hallják és nézik a műsort, hogy nyugodtan jöjjenek, nagyon szívesen segítünk. Hatok, ha nem. Nem teszek kivételt senkivel, mert akinek szüksége van a segítségre, az nem függhet attól, hogy ő most tag vagy nem tag. Egyébként a hely, még annyit hagyd mondjuk már, hogy a hely hasonló civil szervezetekkel is, egy ugyanakkor, mikor a kistérségét csináltuk, akkor úgy csináltuk, hogy őket is bevontuk, hogy na a tietek is győjön, és ezért lett azon 250 fős létszámmal, de azóta is többel tartjuk a kapcsolatot, sőt, tagja vagyunk a városi civil szervezetnek, civil fórumnak, aztán hát több civil szervezetnek a vezetője, tagsága, hogy mondjam, összekapcsolódik. Nálunk is tag, ott is tag, meg van is valamelyik mind a három helyen, vagy négy helyen is tag. És ezek így nagyon jó összekovácsolják a csoportunkat is, meg a tagságot is, hogy így mondjam. Gyuri bácsi, utólagosan is boldog születésnapot kívánunk, további köszönöm. Jó egészséget, és dolgos mindennapokat, hát, jó munkát a jövőre vonatkozóan. Az egészségre nagyon nagy szükségem volna, mert tavaly nagyon komoly műtéten mentem keresztül, kétszer egymás után. Jelen pillanatban is kezelésre járok minden héten Debrecenbe. Hát lehet, hogy ez is lehet, hogy a 80 év is egy kicsit fárasztó, de az akarat az ellensúlyozza ezt. És fiatalos Gyuri bácsi is aktív. Igen, hát a fiatalságról lehetne még beszélni, az 80 év az már nem a legfiatalabb korosztályhoz tartozik. Mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Hát így van, én fiatalnak érzem magam. Én fiatalnak érzem magam. Köszönjük szépen, Gyuri bácsi, hogy itt nagyon volt. Nagyon szépen köszönöm, én is a lehetőséget. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.